Debrecen mindjárt betelik, Nyíregyháza egy év múlva, Miskolc nehezebb eset. A miniszterelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzott mondatával kezdődött az a fórum, amelyen a vármegyeszékhely vállalkozói kaptak tájékoztatást Nyíregyháza fejlesztési terveiről. Kovács Ferenc polgármester elmondta, már 500 hektárnyi területet vásároltak az ipari park számára, és szeretnének tovább terjeszkedni. Kötöttünk egy jó megállapodást a kormánnyal, aminek az a lényege, eddig 53, tehát eddig a kormány Nyíregyháza gazdaságába 53 milliárdot fektetett be. Ebben a háborús, Covid utáni energiaválságos évben. A két befektető szerintem a dél-koreai meg a német cég 400 milliárd fölött fog járni, mire befejezi két év múlva beruházását. Tehát azért csak úgy nagyságrendileg mondtam, a modern városiban a legjobban jöttünk ki, de azért nem volt 100 milliárd. A Legónak az első beruházása, amikor ugye itt volt, az sem volt 100 milliárd. Most eddig járunk 450 milliárdnál. Podlovics Roland, gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester, az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártó WScope nyíregyházi tervét ismertette a fórum részvevőivel. 1100-1200 munkahelyet terveznek, ugye ez mindig nagy kérdés, hogy vajon mennyi külföldi munkaerő lesz ebből. 2025 után kezdik majd igazából feltölteni. Most per pillanat olyan 70-80 dél-koreai kolléga már dolgozik egyébként itt, nyilván ez nem egy az a nagyságrend, ami mondjuk így feltűnne, vagy úgy látnák a nyíregyházi lakosok, de hát ugye mérnökök a kivitelezésben, akik részt vesznek, illetőleg szépen a maga a WScope-nak a vezetősége is szépen bővül, most már 25 fölött vannak. Amikor gyártás el fog kezdődni, akkor 100-nál többet nem terveznek, inkább alattal lesznek. Az első időszakban talán több a technológia szerelés és beállításkor. Olyan 200 fő az, aki magasan képzett mérnököt szeretnének foglalkoztatni Magyarországon elsődlegesen. A rendezvény szervező egyesület elnöke szerint a nyíregyházi vállalkozók mellett a város is profitál a hasonló találkozókból. Különleges a mi rendezvényünknek az összetétele, látogatottsága, hiszen valamennyi rendezvényünkön is részt vesz a polgármester úr, és ha azt mondom, hogy 90%-os a részvételi arány, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Ugye a vállalkozók nyíregyházai egyesület nevében is benne van, és az alapítóiratunkban is ez szerepel, hogy a vállalkozók nyíregyházáért, a város pedig a vállalkozóikért van. Nagyon sok együttműködésű tevékenység van, megrendeléseket a vállalkozóktól eszközöl a város, illetve fordítva információkat adunk, fákat ültetünk, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez az együttműködés. Lakatos Tibor elmondta, a vármegyeszékhely vállalkozói következő rendezvényükön a legnagyobb hazai energiaitalgyártó cég üzemlátogatásán igyekeznek majd bővíteni üzleti tapasztalataikat.